Sziasztok, sziasztok, én Dante vagyok, üdvözöllek benneteket a Kocka Asztal csatornán, egy újabb harcosok klubja résszel jelentkezünk, és itt van velem szokás szerint Oni. Sziasztok! És most nem azért vagyunk itt egyből a fő menüben, mert nem lett volna a játéknak intrója, hanem azért, mert nem akartuk megkockáztatni, hogy a drága tiltott jelenetek miatt letiltsák a videónkat, ugyanis az előző 768 000 Bandai játéknál ezzel nem volt probléma, de nem, a Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto az annyira különleges, hogy annak nem lehet felratni YouTube-ra az intróját. Úgyhogy akkor kezdjük is egy intrómentes harcosok klubjával. Mi nem ott a Naruto csatornánkon? Na nincs Naruto játék. De van. Itt van ez is, látod? Mi nem jutottunk odáig. Ja, tényleg. Szerencsére volt 86.243 Dragon Ball játék előtte. Hát, mit kellett erről tudni? Ez a... Ami nekem megvan, ez a legutolsó ilyen verekedő stílusú Naruto játék, ez a Road to Boruto-sal bezerül, igazából mindenki benne van. Naruto 200-szor, Sasuke 600-szor, mindenki más 10.000-szer. Úgyhogy igazából pont azért tartogattuk a végére, mert annyira minimális különbség van a részek között, hogy nem láttuk értelmét, hogy csak azért, mert a következőben van plusz 10 karakter, meg 3 új pálya, azért külön részeket kapjanak, inkább akkor egybe felvesszük az egészet. Most valami nagyon menővel kell játszani? Nem tudom. Azt mondtam neked, hogy vannak ilyen team nagy trükkök, amikor ilyen az egész csapat, hogyha ott van. Tehát nem csak az, hogy három karakter, hanem... Tudom, amit megmutatom. Aha. Nem érdekel. Dehogy nem, én tudom, hogy te kíváncsi vagy rá. Meg hát mit tudom én. Na, hogy várjál, van valahol? Kakashi hol van? Nem tudom. De valahol itt van. Ott első soraj. Igen, de és akkor de itt van neki, hogy hol lehet ruhát választani? Aha, ez az. Jó! Nem jó. Az a Naruto is az anime lett, ami az elején tök jól indult, és a végén már igazából semmi köze nem volt önmagához, meg semmi máshoz se. Hány meccset akarunk ebből tolni amúgy? Mindenkivel. Mindenkivel? Jó, akkor most bepótoljuk az összes eddig elmaradt Naruto harcosok klubet, és mindenkivel fogunk játszani. Figyeld milyen kis videójuk, amikor elkezdődik a harc? Jaj, én már is rosszkom, hogy nyomtam. Na, az igen. Na, te önmagadat jutott ki? Ajaj. Nem látok semmit önmagamból. Még most? Kérdem fel. Ajaj, ez mi? Megfogás. Ja. Mondjuk nem tudom ezt a játékot igazából mennyire tekinthetjük verekedős játéknak, mert egy dolog nincs benne, kombó. Tehát igazából ez inkább ilyen püfölős játék, talán. Hogy lehet teleportálni? Az L2-vel. De jó. Ilyenkor rájön. Hát én úgy érezted hamarabb. Úgy online meccsen érzem magam, hogy Rasengan-nak. Hát igen. Az anya szerintem minden egy berekedős hátig, hogy ezzel megtaláljuk a Kamehamehzókat, Rasengan-ozókat, Hadouken-ezőket, mik vannak még? Kb. Ennyi. Összességében ezt a játékot eléggé túlértékeltek érzem, mert oké, benne van egy rakat karakter, de a nagy része igazából tök ugyanaz és a megvalósítás szintén is. Mint a régibe? Hát igen. Oké, de a Dragon Ballnek legalább volt egy pár ilyen vadhajtása, itt meg van a kezdve kitalálták ezt egymás ellen verekedését, igazából nem sokat változott a PS3-os első részhez képest ez a sorozat. Ez kellően izgalmas is ahhoz, hogy ez további 3 óra hosszáig kitartson, amíg az összes karakterre kivisszük. Én már most kinyom. Én is, azt akartam mondani, hogy amúgy igazából háromszög kör. Igen, püffelésén kívül semmi más sem történik. Az anime függőket most biztos utálnak minket, de
ez a játék ettől még egy fos. Én szeretném nagyon ezt a játékot, még ezt a nagyon sok karaktert is tökre el tudnám benne képzelni, még akkor is, hogyha igazából az egyharmadik Naruto meg Sasuke, de hogy nincs benne kombó, a kört nem aratod, ennyi. Tehát ez... Mondjuk jó annyiból pozitív, hogy karaktert nem is éget. Mert tudom, ilyen, ami a mortálba is ér, ruhái kombolódik. Ez nem lehet amúgy valamit a túl rajta majd, akkor nem lehet rajta majd a békahát? Szerintem valahogy úgy ideig rajta lehet. Mintha az berengene a Naruto online-os tapasztalataimból, amiből azért van. Most se. Csak akkor van esélyed, hogyha a másik már nem tud védekezni se. Az igen, jól belementem. Az igen! Yeah. Ja igen, azt csak úgy van esélyed. Tudom, mint tetszik ilyenkor legjobb, hogy nekem nem tudod vissza a HP-t. Ja. Tehát igazából egy ütés élettel vesz meg, akkor amúgy ugyanúgy buktad. Csak következőbe fogod. Szerintem egy 5 meccsbe egyezzünk, én úgy érzem. 5 meccs? Sok hallod? Legyen ilyen 4? Már ez kicsit. Már ezzel a tempóval. Persze. Hoppá. Mondjuk ez egy jó ötletnek tűnt nekem először ezek az anime képek, hogy a halálod pillanatában benyom neki valamit, csak ez igazából tudod, mire jók ezek az anime képek? Arra, hogyha online megvesz valakit, ez alatt az idő alatt pont ki tud lépni a játékból a francba, ameddig a karakteret popázik neki. Hát ez csodálatos volt. Pedig nem hiszem el, hogy... Tehát főleg úgy, hogy ugye most már a Bandaihoz tartozik a Tekken is, tehát lenne, nem akarok rögzíteni. Tehát igazából lenne tapasztalatuk verekedős játékokban, és lehetne ezeknek kombót csinálni, de nem, egyszerűen nem. Mindenkinek van az a három képessége, az szevasz. Megint meg kell... Ja, ezt mindig meg kell nyomnom? Aha, szerintem igen. Hát nem is tudom. Most komolyan? Konohamaru, mit keres benne? Hát tud rasszengenozni. Ha, nagyon jó. Hogy lehet randomozni? Háromszög. Háromszöge lehet. Jó! Jó! Nem jó. Ez egy Road to Boruto-s DLC pálya lesz, öreg. Itt most érezd magad megtisztelve, egy külön fizetős tartalom pályán leszel. A látványvilág csúcsa lesz, a PS4 határainak a feszegetése. Itt ájúldozom, olyan jó ez a játék. Ez egy betonklat. Igen, ez benne volt a Road to Boruto filmben, én azt láttam. Ja tényleg, az is tök jó, hogy Itachinek akkora range-e van, hogy semennyi, látod? Tehát ott álltam pont mellette. Más meg egy fél méter felül lehet nyomni. Főleg én. Ajaj. Tök látványosak ezek a nagy kütök, amúgy meg jól meg vannak csinálva, csak mindenki ezeket nyomogatja be állandóan, és ennyi a meccs. Tehát olvastam egy tök jó kommentet az interneten, valami állítás videó alatt. És ott írta egy kommentelő tök jogosan, hogy annyira hiányzik az idő, amikor a Naruto karakterek még úgy harcoltak, mint a ninják, és nem úgy biztos, hogy felcsillag harcosok. Ajaj.
Jó, Sisui mondjuk kurva OP lenne. Ajaj. Nem sok életed van, azt kell mondjam. Nem is emlékszem Cuantinak a nagy trükkére, gondolom itt egyet. De még milyen? Bocs, kettő. Ennyi? Nem elég? Nem elég? Felmész. Ne, védjetek meg! Mondjuk ez a nagy trükk, ez kurva jó. Ő igazából, hogyha az itemmel eltalálod, akkor is lehet védeni. Hát kb. Annyi, az itemek nyomogatod. Ú, és hátul vagyunk a tévében, látod? Van tévé? Nagyon fejlettek ezek a nincsák, hogy már tévé is van, nem? Hát a Borutóban laptop is van már. Igazából a Simona utat is már csak azért néztem végig, mert már érdekelt, hogy mi lesz a vége. Ajaj. Hiszem, hogy baj van leszek. Ebből már nem változol vissza? De, ha lefogyik a manám, akkor visszaváltozok. De a Borutós, amikor elkezdett a Borutóban, néztem belőle egy részt, és éreztem, hogy jó, én ebből már többet nem én. Nem érzek magam, hogy készítést arra, hogy több Borutót nézzek. Az igen. Sok értelme van. De tényleg, hogyha ilyen fúj, nekül át tudsz változni egyszer. Ha! Szép volt. Gratulálok. Láttam, hogy mi történik? Te nem láttad, hogy mi történik? Hát ez elég, igen. Én szerintem még egy 10 meccset játszunk már ebből a játékból. Na minden karakterre. De úgy, hogy minden karaktert el elsőnek választunk, tehát a kombinációk nem számítanak, hogy Sasuke az első vagy a harmadik. Nekem még mindig a második részt tetszett a legjobban ebben. Ennek a story módja, emlékszem, amikor a story módját kitoltam, akkor pont előtte fejeztem be a Legend of Korra-t PS3-on, és az a játék ugye alapból 6000 forint, amikor még fenn volt a store-ban. És mindenki szétfikált. Mindenki szétfikázta azt a játékot. De ide lássa, szeretjük. Szóval mindenki szétfikázta, hogy olyan játékmeneték van, hogy a telefonos játékokban, hogy futsz előre a kutya, és akkor balra, jobbra kell húzogatni, és akkor úgy megy, és mondták, hogy... Jó lesz, Sino, igen. Hogy fordulhat ez elő egy izében egy ilyen játékban, ami nem telefonos, egy konzolos játékban, ez hogy történhet ez meg? És én meg így néztem, hogy igazából mondom a Naruto 4-ben tök ugyanez van, csak ott a Rókával futsz, de ugyanúgy három sávba tudsz futni, váltogatni kell, hogy hol szeretnél futni, és ennyi van benne, és a Naruto-ban meg érdekes módon röpködtek a 8 meg 9 pontok. Ugyanazért a játék menetért, csak ott szembe futottál a kamerával és a Rókával, na választunk egy másik epipályát. Tehát nem is értettem, hogy ez a kettős mérce, érted? És nézd, keresetek rá nyugodtan, benne van a story módban, átváltozik Naruto a Rókával, és futni kell a 10 farkú elől, és lehet választani, hogy jobbra, balra vagy előre mész. És akkor ez egy teljesen új játék, a Legend of Korra, amit meg szétszettek, az meg volt 5000 forint alapból. És ott volt harcrendszer. Ajaj. Mondjuk az is kamu, hogy spoiler, aki nem látta a Naruto végét, most az fogja be a fülét egy pár másodpercre, szóval a sztorinak a legvége, amikor Naruto meg Sasuke összetek, akkor ugye mind a kettőknek lesz az egyik kar. És Sasuke úgy dönt, hogy ő nem varratja vissza a sajátját, hanem így úgy vezet el a bűneiért, hogy akkor ő férkőzéjét vezet. Nem mint a számítan ember, amúgy a Susanoo-val ugyanúgy tud magának kezet csinálni, na mindegy. És itt a játékban az meg kicenzúrázták azt, hogy nincsen keze, mert van keze, csak ilyen, mintha néger keze lenne, hogy lelátszódjon annyira. De van. Aha. Tehát ez is olyan fura. Aha, szám. De bolygókat pusztítanak. Ezt mondom. Nézd meg!
A régi Dragon Ball játékban egy ilyen támadás után lerombolódott a környezet. Ja, itt az lehet, ezek a boltok, ezek kaszkó van rájuk kötve, tudod. Hát igen. Tudsz övégni minden, hogy szólok. Jó nekem. A francba! Na, azt elrontak. Hát úgy Pekben is van, látod milyen fejletet tud közben a Naruto? És miért toldasz ez a két kutya? Hát a nyilakkal tudod azokat izé... azokat használni. Ha. És ez a Naruto most sokkal jobb lenne egy beat'em up ilyen játékban. Igen. Amivel mondjuk tömegeket kell pusztítani, meg gép ellen játszani. Ez mi volt oda? Elmúlt a átalakulás. Örök védekezésbe fogantál? Igen. Ez ilyen. Meg a Benz a szukéd, vagy Naruto vagy. Igen, vagy Naruto vagy. Tehát igazából... Igazából, ha nem nyomod be a felfele keresztel a lebénítást, akkor... Igen. Akkor esélyed nincs. Tehát ő már is múlt cserél. Yeah, nyertem egy fél meccset. Az hányadik meccs? Harmadik? Igen. Szerintem, bőven. Szerintem egy utolsót még tudom, egy valamit meg akarok mutatni. Az abszolút hülyeségfaktort, ahol a játék engem már tök elveszített. Vagy arra is a játék a sorozat, veszített alatt, azon a ponton. De vannak animések a követőik között, biztos, hogy vannak. És szeretik az autót, akkor írják meg, hogy mit tudtak benne azután a pont után szeretni, mert addig a pontig én is szerettem, aztán rájöttem, hogy ez már egy barátok közt. Olyan topulva jöttél be? Igen. Az igen. Ha? Tobi, de ez a futás. De kikaptam. Tudod, milyen jó, hogy három menetes, ami igazából kettő, mert a... Ajjaj. Persze már ilyen Naruto tornádó. Ugye ez ugyanaz a nagy tük, amit annál a Chunin vizsgán használ, csak most már 5000-et tud magából csinálni, mert ott nem tudom, 3-at csinált, 4-et? Megfogáskolt lenni? Aha. Összek. annyira semmi jelent, és tudod mi nincs még ebben a játékban? Most tűnt fel, hogy játszunk, hogy ez zene. Igen. Mert ezek a kis furulyat, de legalább ami epic zene lenne, és akkor azt mondja, hogy úgy megfordulna egy összecsopás, de... Nem, ez nincs benne. Ez a baromság. Ez is így van. Igazából az értelemből nem sok mindent látsz amúgy néha. Igen. Ezt nagyon lassan csinálja, ezt egyszerűen nem lehet ember, nincs ember, akinek ezt beletem. De tényleg itt van ilyen counter-attack, ez is ilyen új találmány, csak életben nem használod. Váltani akartam. Na, szép. Ez nem az én kedvenc játékom lesz. Látszik is, hogy nem tudunk értembe hozzászólni. Hát itt gondolom, hogy az anime rajongók itt el vannak tőle álljóna, az ilyen kis képektől. De valószínűleg ezekből a képekből néztem, hogy
hallod, ilyen 2-3 másodperceket beszélnek, azt is láttam, hogy az összes ilyen speciális kép, amit valaki valakinek mond, valami 3,5 óra hosszú videó volt. Igen. Nagyon beteg. Hát abban több energiát fektettek, mint a 30-be. Na, egy utolsó meccset, még a 3 krémje karaktert össze akarom válogatni. A legjobbakat, a krémek krémjét. És akkor kb. Időben is ott leszünk. Tehát itt a bal oldalt mondom, hogy addig a pontig szerettem a Narutót, ameddig a fő boss, hol van? A fő boss ő volt. Pain kurva jó volt. Még a Nagatóig még úgy elfogadtam, mert azok viszonylag hamar követte egymást, de onnantól kezdve bejött ő. Oké, fel volt vezetve úgy nagyjából. Na de ő nem. De ami az abszolút fasság, az ez a karakter. Tehát ez a karakter, erről szó nem volt az ér. Persze, a fiáról volt szó, és aztán ilyen hokedding dokokkal belemagyarázták őt a történetbe, de őszintén, mi ez? Most jövök vele, mert te őt még nem láttad, mert mi az izével játszottunk amúgy Onival sokat a előző rész, az melyik volt a Revelation? De az valahogy jobban egybe volt, mint ez a játék. Nem tudom, PSH-mal még volt? Revelation? Revelations, azt toltuk egy időbe. Na várjál, oké, egyszer ő, aki nagyon jó, imádtam, legjobb. Ne a másik nagyon jó karakter ebben a játékban. A sztoriba kb. Fingani nem tudott, meg semmit nem csinált. Azon túl, hogy harcolt, és kivel... tudom már, kivel megyek még. De jó. A krémek krémjét összeválogattam. Akarsz egy epic pályán harcolni? Szerintem... Epic fubola zene van? Zárjuk le. Nem azt mondom, az egy pályán egész értelme, hogy zene van. De legyen ez. A nagy ninja háború harcmezőjén. Hogy néz ki, Garam? Már ne haragudj. Az a borutós kinézet, húzi lett belőle, úristen. Randomot nyomtam. Gyönyörű, büszke lehetsz magadra. Mert aztán me a Naruto nagyon jó. Na figyelj! Ne csináljál semmit, szóval ez a Tajuja nevezetű picsa, ő a csakrának, ő az ős, belőle származik a Narutóba minden is, mint látod, neki nincsenek kis itemjai, ezt figyelj, miket tud, figyelj! Aha. Na most ez tényleg kurva jó, csak egyetlen egy gond van ezzel. Hogy ez a harcra kibaszottul nem befolyásol semmit. Hogy milyen háttéren vagyunk. Biztos, hát valami értelme csak van. Nincsen, ennyi. Ha értelme van, akkor egyszer azt valaki mondja meg nekem. Na jó, mehet. Ó, de jó. Hipsztrákod. Ez a vigyolgó fel. Az Zetsu. Vigyolgó fel. Raktam a zenéjét egy kis alapkemet. Igen, láttam. Igzó. De nem... Bocsi, a közepes nagy trükköt ezzel befolyásolom. Elnézést kérek mindenkitől, ez az értelme, hogy nem aranypor lesz, hanem láva. Igazából tök ugyanazt a mozdulatot csinálja, mint látjátok, de most legalább akkor hóval meg jégje. Hát ő egy avatár. Annyira izgalmas a játék, annyira élvezem. Ugye? Én is. Ezt nézd, figyelj, a nagy trükk, a főboss, a big bossnak a nagy trükkje, figyelj, szerinted mennyire lesz epic? Benne voltak a nem tudom hány farkúak? Ugye milyen menő? Tudom, hogy szeretem Mifunét? Egyszer egy online-ban megszerettették velem Mifunét, mert tudod egy ilyet. Igen. Hogy gyors. Ennyi? Ez teljesen. Na jó, várjuk fel a szerint. Na, és ő itt a végső. A végső agyfasz. És bazd meg a sztoriban ezt a robotot tölt ki irányítja? Én utána néztem. Na? És levédtem. És mit fogja megvédetni?
Itachi. Itachi irányítja ezt. Tehát az a egyetlen egy karakter, akinek mégis méltósága volt ebbe a baromságba, azt is egy ilyen hülyeséggel leütött. Szörnyű ez a hang is, amiket tudom. Mi lett? Hogy ezek hangok, úristen. Ha lenne is benne egy jó zene, sem hallanám ettől az effektől. Kikaptam? Igen, utolsó fél meccs kezdődik. Most mi van? Pedig azért szerintem már többen mondták azt, hogy a mi előadásunkban minden unalmas fos játék jobb, de hát egyszerűen ezért nem tudok érdembe hozzászólni. Na. Igen, ennél szerintem még a PS1-es szörnyű játékok is, ami tényleg a Battle.net-os idén is jobb volt. Legalább az vicces volt. Ez is vicces. Siralmas. Azon tudsz rajta rögni, mert nem tudom, hogy ezt a karaktert valaki viccesnek gondolta? De hát Japánban amúgy ez az a vicces. De amúgy tudnád, hogy menjen online-ozni fele. Ezt nézd, figyelj, nagy kapot mutatok neked. Ez olyan köze van a ninjákhoz amúgy, főleg a sorozat első pár évadához. Ez a légi, ez volt a nagy trükkje az előzőben is, ugye? Aha. Ez a baromság. És epikul állott robbanás mögött. Istenem, nekem ez annyira tetszik el a karakter. Az is milyen, hogy őnek ilyen, látod, hogy izé a vágása. Az előbb mutatta ilyen. Hogy hívják az ilyet, várján? Ilyen paszteles. De csak neki. Gyönyörűen néz neki bele, ha azt kell mondani. Én őszintén büszke vagyok, amit kell. Büszke is vagyok, de hogy az a háromszög környomkodás, az ennyire gagyi. Ó, én tudok repülni, én vagyok Goku. A kis felhőmön repülni. Semmi nem fog történni. Nem? És itt már nyitva nem azért. Mi? Power Ranger lettem a végén. Szerintem ez a... Mondtam, ez a... Menjön már kis rába. Nyertél? Igényes voltam, ennyi. 5-ből 1-et nyertél. Hát... A mindent elnöntött. Mit lehet mondani erre a játékra? Kérlek, Oli, foglald össze nekünk a tapasztalatokat. Először és utoljára játszottam ezen a játék. Korábban már többször volt erre példa. Ha valakinek tetszik, van egy eladó, Dantét keressétek, jó? Hát akkor ennyik lettünk volna még. Remélhetőleg 2 hét múlva egy értelmesebb verekedős játékkal fogunk tudni jelentkezni, mert mondjuk kombók is lesznek, nem 3 gomb váltogatása. Addig is jók legyetek, sziasztok!